Tisztelt Ház, a Mi Hazánk képviselő csoportjának vezérszónoka Dózs Dávid, képviselő úr, országgyűlés jegyzője, parancsolja. Tisztelt elnök úr, köszönöm szépen a szót. Tisztelt Ház, hát részletekben menően ismertetett az előterjesztő is, illetve az eddig hozzászóló vezérszónokok a témát. Én egy kicsit átfogóban, messzebbről indulva szeretném ezt a témát boncolgatni, hiszen a tárgyalt törvényjavaslat az agrárterület területén alkalmazott bürokrácia csökkentését tűzte ki elsődlegesen célul. Azt gondoljuk, ez egy valóban támogatható dolog, hiszen túl van bürokratizálva a magyar agrárium. Viszont itt szeretném megemlíteni, hogy mégiscsak van azért egy NAK, egy Nemzeti Agrárkamara, melynek többek között az lett volna a feladata az elmúlt években, hogy a gazdák válláról levegye ennek a bürokrata tehernek egy részét, illetve hát hiába van falugazdás szolgálatunk is, hogyha a területalapú támogatások és egyéb más agrártámogatások beadásán kívül szinte semmi máshoz nem tudnak igazán segítséget nyújtani a gazdálkodóknak. Itt jegyezném meg, hogy a legtöbb gazdálkodó, hogyha szeretne hivatalosan és jól működni és gazdálkodni, akkor sajnos saját zsebből kell fizetnie egy mezőgazdasági szaktanácsadót, ami azt gondolom, hogy nonsens, annak ellenére, hogy két szervezet is arra lenne hivatott, hogy az ő munkájukat segítse. Azt gondolom, hogy elhangzott itt több kormánypárti képviselő szájából, hogy a kormány 2010-ben megfogalmazta, hogy erős Magyarország elképzelhetetlen erős mezőgazdaság nélkül. Ezzel én azt gondolom, hogy mindannyian 100%-ig egyet tudunk érteni. Ez valóban így van, éppen ezért mondhatjuk azt jelenlegi országunkra, hogy sajnos minden csak nem erős, hiszen a súlypont az átlet helyezve egész egyszerűen nem a mezőgazdasági adottságainkra helyezi a hangsúlyt a kormányzat, hanem láthatjuk, hogy egy gyarmatot épít ki a kormány, külföldi multinacionális cégek gyarmatát, ahol a külföldi tőke áramlik be mérhetetlen módon az országba, és ezt még megfejelik nagyon-nagyon sok száz milliárd forinttal a magyar kormányzat részéről, ahelyett, hogy a mezőgazdasági termelőknek, vagy a kis- és középvállalkozóknak adnák ezeket a támogatásokat, hiszen láthattuk, hogy az elmúlt években rengeteg olyan probléma volt, ami egyesével is igen megpróbálta őket, de így összevonva talán elmondható az, hogy mára igazság szerint az agrártámogatások előleg kifizetése az a létkérdésé vált a gazdálkodók nagy részénél, hiszen nagyon sokan gyakorlatilag még az őszi vetéseket sem tudták enélkül a támogatási előleg nélkül megcsinálni vagy elkezdeni. Éppen ezért ez azt gondolom, hogy jól vázolja a jelenlegi agrárium helyzetét, és hát talán az a példával lehetne ezt alátámasztani leginkább, hogy 2020 óta a magyar mezőgazdasági termelők száma 20%-kal csökkent, ami azt jelenti, hogy nem az oligarchák, nem a nagy tőkések estek ki a magyar agráriumból, hanem bizony sajnos a kistermelők. És hát ha már a támogatásoknál tartottunk, akkor azt is szükséges leszögezni, hogy bizony ezeknek a támogatásoknak, ezeknek az agrár támogatásoknak több mint 80%-a az nem a kicsikhez kerül, hanem bizony sajnos a nagy mezőgazdasági termelőkhöz. Éppen ezért talán példaként tudom azt is felhozni, hogy amíg mondjuk egy átlag mezőgazdasági termelő földszerzése, az most már igazság szerint szinte elképzelhetetlen, hiszen túlélésért próbálnak dolgozni, egész egyszerűen azért imádkoznak és azért dolgoznak, hogy ne menjenek csődbe, ne kelljen az eddig akár generációról generációra átörökített tevékenységüket abbahagyni. Addig Csányi 7000 hektáros mezőgazdasági vállalkozást tudott vásárolni, vagy Tiborcz egy 10000 hektáros ugyanilyen mezőgazdasági vállalkozásra tudott szert tenni a Dunántúlon, ami mellett még azt is meg kell említeni, hogy természetesen a magyar földvédelmét az alaptörvény is rögzíti, mégis előfordulhat az a szégyenteljes helyzet, amiről már többször beszámoltam itt önöknek a házfalai között, miszerint osztrák zöld bárók, akik megyéni területeket birtokolnak most már hazánkban, jellemzően a Dunán túlon, de azt gondolom, hogy a tőkéjük és az étvágyuk csillapíthatatlan, így csak kérdés az, hogy mikor fognak a Dunának ezen felén is birtokokat szerezni. És hát az további probléma, én azt gondolom, hogy ezeknek a birtokoknak a hasznát azt egy pillanatig sem hagyják Magyarországon, gazdatestként használják ezt az országot, ezt a termőföldet, és a megtermelt javakat azonnal külföldre viszik, ahol aztán majd a magyar vendégmunkások, jelesen mondjuk Ausztriában feldolgozzák azt, és így fordulhat ez elő többek között az a abszurd helyzet, hogy a PIK szalámi mondjuk Szegeden, egy kilométerre a gyártól kétszer annyiba kerül mondjuk, mint 1000 kilométerre Németországban. Ez is egy elég érdekes dolog, én azt gondolom.
És hát hallottunk itt előterjesztő államtitkár úrtól elég sok mindent, ugye megújuló és folyamatosan fejlődő agráriumról beszélt államtitkár úr. Hát mi ezt nem igazán tudjuk a végekről megerősíteni, hiszen azt látjuk, hogy az állattenyésztés lassan gyakorlatilag kiveszik a magyar vidékről, illetve minden, ami a vidék sajátossága és a népesség megtartó hatást helyben kéne, hogy erősítse, az egész egyszerűen kifolyik a magyar vidéken élő kezéből, ami a vidék adottságaira értelmezhetően elmondható, hogy eddig az ott élőknek az egzisztenciáját, a megélhetését biztosította, abból lassan mára nem maradt sajnos számukra semmi. És hát a magyar agrárium ellenálló, ugye ezt is hallhattuk, kérdem én, hogy melyik részében, hiszen láthattuk, hogy akár egy aszály is nagyon megpróbálta tavaly a magyar agráriumot és a magyar gazdákat, vagy láthattuk azt, hogy az Ukrajnából beáramló gabona és egyéb termékek is szinte padlóra küldték, tönkretették a magyar gazdálkodókat, amiért persze jogosan mondhatják önök, hogy nehogy a Fidesz kormányzatot tegyük felelőssé, de hát könyörgöm, ki mást, hogyha nem önöket, hiszen 13 éve, 13 és fél éve kormányozzák ezt az országot, és azt gondolom, hogy igencsak lett volna idő, akár gazdaságvédelmi intézkedések bevezetésére ez ott a 13 és fél év alatt, illetve arra is lett volna idő, hogy ne csak várjuk a nagy aszály bekövetkeztét, hanem bizony vegyük annak elejét, és próbáljuk meg a hazai vizeket itthon tartani, hiszen nonsens az, hogy a Kárpát-medencéből egy olyan országból, ahol édesvíz nagyhatalom vagyunk, és édesvíz nagyhatalomként tudnánk funkcionálni, több víz folyik ki, mint amennyi beérkezik hozzánk, ahol elsivatagosodnak bizonyos ország részek. Én azt gondolom, hogy ezt senki máson nem lehet számon kérni, csak az éppen aktuális és regnáló kormányzaton. Éppen ezért mi azt gondoljuk, hogy bőven lenne a magyar agráriumban tennivaló, a bürokrácia csökkentés mellett is. És hát tegnap örömmel láttam, hogy azért az önök kormányzata sem teljesen következmény nélküli, hiszen itt a Nemzeti Múzeum éléről gyorsan eltávolították annak vezetőjét, nagyon helyesen azért, mert a magyar törvényeket nem tartotta be, viszont akkor hagy hozzam ide, hogy ha már agrár törvények deregulációjáról van szó, hogy akkor milyen alapon működhet például az a joggyakorlat ma Magyarországon, miszerint a bekebelezés intézményét használva egy természetes személy akár több, mint 300 hektára, vagy 6000 aranykoronára is szert tehet, holott ez egyértelműen jogszabályba ütközne. Vagy hogyan lehetséges az, hogy a magyar állam által kiírt föld árverésen, vagy a nemzeti föld alapon keresztül vásárolhatnak úgy termőföldet egyesek, bizonyos kormányhoz közeli, vagy holdudvarából származó egyének, akik eleve az árverésen több mint 300 hektárt vásároltak, és feltételezzük, hogy már eleve volt a nevükön mondjuk földtulajdon. Azt gondoljuk, hogy ezeket a joggyakorlatokat is érdemes lenne felülvizsgálni, és ezeknek a felelőseit is meg kéne keresni, hiszen egész egyszerűen, hogyha ezeknek nem lesz felelőse, akkor nagyon úgy néz ki, hogy ebbe az országba bármi előfordulhat. Arról már nem is beszélve, hogy ha természetes személy 300 hektárt birtokolhat, akkor ez egy családi gazdaság esetében, ami mondjuk szaporítóanyag előállítással foglalkozik, ez a szám 1800 hektár. Hogyan fordulhat elő az, hogy osztrák gazdák mégis több mint 2000 hektárt birtokolnak itt Magyarországon, és az elővásárlási jogukat felhasználva valahogy a magyar ide született gazdálkodót megelőzve tudják a magyar földet megvásárolni előlük. Én azt gondolom, hogy ezzel a kérdéskörrel is érdemes lenne foglalkozni, hogyha már egy ilyen agrár törvények felülvizsgálatával foglalkozó javaslatcsomag van itt előttünk. És hát talán azt is érdemes lenne megemlíteni, hogy a magyar agrárium helyzete szürreális, említette itt az előttem szóló közül valaki. Igen, de sajnos ez a valóság. Egy egészen szürreális képet kaptunk, hiszen annak ellenére, hogy Magyarország egy mezőgazdasági adottságú ország, most mégis a vas és acél országa mintájára egy olyan gazdasági és egy olyan talán agrárium szempontjából nézve zsákutcát próbál erőltetni a kormány, ami az iparosodás útjába terelje hazánkat, hiszen egész egyszerűen nekünk az akkumulátorgyártáshoz láthatjuk, hogy nincs semmink, mégis egy akkumulátorgyár nagyhatalommá szeretné gyakorlatilag változtatni az országot, a jelenlegi kormányzat. Láthatjuk, hogy a tőke az külföldről érkezik, láthatjuk, hogy a vendégmunkások azok külföldről érkeznek, nem a magyar munkaerőre alapoz a kormányzat. Azt is láthatjuk, ahogy a
hasznot kiviszik külföldre ezek a multinacionális cégek, nekünk pedig semmi más nem hagynak itt, csak a borzasztóan elszennyezett vizet és földet, amivel már nem fogunk tudni mit kezdeni, éppen ezért a kartágói hasonlat talán megáll, hogy még az a besózott föld is sokkal termékenyebb volt, mint amit a külföldi multik hagynak itt maguk után az országunkban. Én azt gondolom, hogy ha földvédelemről, agráriumról, vidékről beszélünk, akkor ezek azok, amikre oda kell figyelni, a hangsúlyt erre kéne helyezni, és hát államtitkár úr azt is említette, hogy a háború árnyékában az élelmiszertermelés az egy stratégiai irány, ez egy kulcsfontosságú dolog, valóban. Éppen ezért nem igazán értjük, hogy egy agrár ország az mi a fenéért akkumulátorokat akar gyártani, és feldolgozni, és újrahasznosítani akkor, amikor a világon egyébként élelmiszerválság is van, és hogyan lehetséges az, hogy hazánkban volt, Európában a legmagasabb az élelmiszerinfláció. Akkor, amikor Magyarország a területi adottságait tekintve, és a területi nagyságát tekintve, Európában a második olyan ország, ami a teljes területéhez képest a legnagyobb termőterületekkel rendelkezik. Ez hogyan lehetséges? Hogyan lehetséges az, hogy önök nem a magyar mezőgazdaságra, nem a feldolgozóiparra próbálnak meg koncentrálni, nem ezt próbálták meg fejleszteni az elmúlt 13 és fél évben, hanem egyszerűen gyarmati sorba taszítják ezt az országot és hazánkat, és persze itt már volt olyan képviselőtársam, aki a kormányzati padsorokban, aki azt mondta erre, hogy ez egy demagóg álláspont és hozzáállás. Én azt gondolom, hogy nem. Én azt gondolom, hogy hazánknak azokra az adottságaira és lehetőségeire kéne támaszkodni, amikben erős, nem pedig nem kell kitalálni ahhoz új dolgot, hogy meg tudjunk erősödni gazdaságilag, de azt gondolom, hogy ez az irány ez semmiképpen nem Magyarországot és a magyar agráriumot szolgálja. És hát beszéljünk egy kicsit az erdőgazdálkodókról is, hiszen említettem önöknek, hogy a magyar mezőgazdasági termelők a túlélésért játszanak, és várják a agrártámogatások előleg kifizetését, hiszen ez létkérdés számukra. Akkor egy pillanatra említsük meg az erdőgazdálkodókat is, hiszen az, hogy tavaly hatóságjáros tűzifát vezetett be a kormány, ez egy nagyon helyes döntés volt. Az már kevésbé helyes, hogyha ugyanezt a témakört vizsgáljuk, hogy mondjuk azt a gázt, amit a Gazpromtól megvesznek, ötszörös áron adják el a magyar lakosságnak. Tehát mi azt gondoljuk, hogy a hatóságjáros tűzifa bevezetése ez egy hasznos dolog volt, csak az a baj, hogy az egyik kezükkel adtak, a másikkal pedig elvettek, jelesen azoktól a magán erdőgazdálkodóktól, akik most nem tudnak mit kezdeni az általuk nevelt és kezelt erdőkben kitermelt faanyaggal, hiszen egész egyszerűen eladhatatlanná vált, telítődött a piac, megtelt a piac, és számukra önök semmilyen javaslatot, semmilyen támogatást nem dolgoztak ki, egész egyszerűen az útszélén hagyták őket, ha lehet stílusosan fogalmazni. Én azt gondolom, hogy ha ezt az ágazatot hagyjuk tönkre menni, akkor az két célt szolgálhat, vagy azt, hogy tényleg teljesen egy sivár, lepusztított sivataggá váljon az országunk, és tökéletesen meg fog felelni akkumulátorgyár nagyhatalomnak, vagy pedig azt, hogy az államosítást eképpen próbálják előkészíteni, hiszen hogyha nem lesz fantázia már az erdőgazdálkodásban sem, ha a vidéken már ez sem tudja életben tartani az ott élőket, akkor egészen elképesztő folyamatok fognak elindulni, hiszen sokan hátra hagyják majd a vidéket, és hát ezáltal a magyar erdőket is, amire az állam lehet, hogy ráteszi majd a kezét, de az nem biztos, hogy egy jobb gazdálkodási formát fog majd eredményezni, hiszen láthatjuk a különbséget, hogyha megnézzünk egy állami erdőt, láthatjuk azt a szabad rablást, ami most gyakorlatilag ilyen olyan jogszabályokkal összetákolva engedélyezve lett, és láthatjuk azt, hogy ha valaki tudatosan magán erdőgazdálkodóként kezel egy erdőt, akkor abból egy csoda fog létrejönni. Mi azt gondoljuk, hogy minden egyes szereplőjét a magyar agráriumnak, így az erdőgazdálkodókat is támogatni kell, át kell őket segíteni a nehéz helyzeten, hiszen egész egyszerűen nem játszhatunk azzal, hogy ez az ágazat teljes mértékben tönkre menjen. És hát talán végezetül, mert az idő az látom vészesen fogy, azt mindenképpen le szeretném szögezni, hogy a kritikáink ellenére, mert azok vannak bőven, mi egy teljesen más irányból képzeljük el a magyar gazdaság építését és a önálló magyar nemzetgazdaság építését, mi az agráriumra, a magyar földre, a magyar gazdálkodókra szeretnénk alapozni. Ettől függetlenül azt gondoljuk, hogy ez a javaslat, ez támogatható, mivel technikai kérdéseket vett fel, éppen ezért azoknak a elfogadása az talán azt fogja lehetővé tenni, hogy a gazdálkodóknak egy fokkal könnyebb lesz ebben az országban gazdálkodni, de még a céltól és az elvárható jó állapotoktól így is nagyon messze vagyunk. Köszönöm szépen a szót!